Kamilla a fény leánya. Megnyitott a kapuit a Tűr István Múzeum új időszaki kiállítása. Újak a pályán. Átvehették diplomáikat az Eötvös József Főiskolán végzett hallgatók. Sikeres övvizsga. Bemutatkozott a Mogyi Bajai Judo Klub szülői csoportja. Kedves nézőink, köszöntöm Önöket! Június 21-e péntek van, kezdődik a híradó a Bajai Televízióban. Június 21-én pénteken a Magyar Géniusz program eseményeként megnyitott a kapuit a Tűr István Múzeum új időszaki kiállítása. A tárlat elsősorban a 2021-ben Sükörst határában feltárt, a halomsíros kultúrához tartozó bronzkori sír és temető gazdag leletanyagát mutatja be. Az ünnepélyes megnyitó egyúttal a Határ, ami nem választ el nevű IPA program nyitó rendezvénye volt. Sükörst környékén mentőfeltárás keretében páratlanul gazdag, késő bronzkori sírra bukkantak 2020 végén a Bajai Múzeum munkatársai. A benne lévő női csontvázat a megtalálás napja, december 28-a után Kamillának nevezték el. A csaknem érintetlen helyzetű sírból több különleges tárgy és ékszer is előkerült. A felszínen szóródó leletanyag alapján 2021 tavaszán a Tűr István Múzeum munkatársai 1600 négyzetméteres területen tervásatást végeztek a sír környezetében. Az ásatás vezetője dr. Pásztor Emília régész muzeológus volt, szakmai munkatársai pedig Pap Evelin és Csuvár Andrási Réka régészek. A múzeum restaurátor műhelyében pedig Sútis László és Szalontai Bálint az elmúlt két évben ugyancsak a sükösdi anyagon dolgoztak. Olykor megfeledkezünk a láthatatlan képről, a géniusz lóciról, a hely, a közösség szelleméről. A Tűr István Múzeum Roosevelt téri kiállító termében június 21-én ünnepélyes keretek között nyitotta meg kapuit a gazdag leletanyagot bemutató időszaki kiállítás. A Bajai Múzeum a Nemzeti Kulturális Alap Magyar Géniusz Ideiglenes Kollégiuma támogatásával vizsgálta az Árpád dűlő lelőhelyen talált rendkívül gazdag sír és temető anyagát. Ha eltemetnek valakit, akkor mellé teszik azokat a tárgyakat, amiket fontosnak tartanak, hogy a túlvilágra elvigyenek magukkal. Ezért biztos, hogy Kamilla is a hétköznapjait nem ezzel az 50 gyönyörűséges ékszerrel töltötte, hanem nyilván sokkal egyszerűbb módon ezek mindig valamilyen ünnepi viseletet mutatnak, vagy arról árulkodnak. Amiről a hétköznapjaikról úgy tudunk sokat, hogy a természettudományos vizsgálatok segítségével például tudjuk azt, hogy Kamilla ezen a vidéken született, itt nőtt fel, és az itteni leszármazottak, tehát az itteni ősök leszármazottja volt, tehát nem bevándorolt volt ezen a vidéken. A csontokból és a fogakból vett mintákból megállapították, hogy a 20-as évei elején járó barna hajú, zöld szemű nőt Krisztus előtt 1540 és 1430 között temették el. A természettudományos vizsgálatok értékes, új információval gazdagították nem csak a halomsíros kultúráról alkotott képet, hanem a Kárpát-medencében élt bronzkori emberek életéről, antropológiai sajátosságairól és a halotti kultuszról meglévő ismereteket is. A kiállítással kapcsolatban szerintem az egyik legfontosabb dolog, hogy ez egy találkozás, egy ritka találkozás itt Baján. Baja maga is egy olyan földrajzi területen fekszik, ami egy átadó terület a észak és dél, kelet és nyugat között. Ez megmutatkozik a kulturális kapcsolatokban is. Az egykori és a mostani közösségeknek a kommunikációja is megnyilvánul az egykori tárgyakban, és ezt a kiállításon belül jelesül most az öltözködésen keresztül ismerhetjük meg. A tárlaton a környező települések női viseletei is megelevenednek a múltból. Így többek között magyar, bunyavác, német és sokat nemzetiségi ruhákat is láthatnak az érdeklődők. A múzeumok éjszakája miatt útlezárásra kell számítani június 22-én szombaton a Városháza előtti útszakaszon, valamint az Apponyi Albert utcában. A Tűr István Múzeum és Bácskai Művelődési Központ rendezvényének zavartalan és balesetmentes lebonyolítása érdekében az említett szakaszok szombaton reggel 9 órától vasárnap hajnali 1 óráig lesznek lezárva. Az érintett útkereszteződést, forgalmi csomópontot a szervezők saját rendező személyzettel biztosítják. Érdemes ezek figyelembevételével és nem megszokásból vezetni, áll Baja megyei jogú városi jegyzőjének közleményében.
A rendezvény sikeres lebonyolításához a helyiek türelmét, megértését és segítségét előre is köszönik a szervezők. Közel 140-en végeztek a 2023-2024-es tanévfolyamán az 5-ös József Főiskolán. Az újdonsült szakemberek június 21-én kaphatták kész az okleveleiket, a kiemelkedő tanulmányi, közösségi vagy szakmai munkáért pedig rektori dicséreteket is kiosztott a vezetőség. Szeptembertől teljesen más fordulatot vehet majd az intézmény hallgatói élete, ugyanis több mint 500-an jelölték első helyen ezt a felsőoktatási intézményt. A tavaszi fél év zárásaként 86 hallgató vehette el diplomáját június 21-én pénteken a Posta Sándor sportcsarnokban. A főiskola pedagógiai vagy gazdasági szakjain végzettek úgy gondolják, nem csak szaktudást, hanem élményeket és barátokat is szereztek az évek alatt. A gólyatábor az volt így a legelső, hogy így becsöppentem a főiskola életébe, és hát rengeteg új barátot szereztem már ott, és így az évek folyamán így folyamatosan. Az utóbbi évek adatai azt mutatják, sokan már a diplomaosztót követően el tudnak helyezkedni saját területükön, hangzott el az ünnepségem. A szakmában mindenképpen szeptembertől tanítani szeretnék, és lesz is lehetőségem Mohácson, a Széchenyi István Általános Iskolában. Mellette hát még nem tudom, hogy szeretnék-e tovább tolni, most egy évet biztosan pihenek, és utána lehet, hogy tervezek akár egy mesterképzést, vagy egy szakirányú továbbképzést, ezt a jövőre bízom. A hallgatókból tanítók, óvodapedagógusok, közgazdászok váltak, akik között vannak olyanok is, akik évek óta a pályán vannak, most pedig szakképesítést szerezhettek. Ebben a tanévben két körben adtunk át diplomát, az első fél év után januárban adtunk át 50 diplomát, most pedig 86 diplomát. És úgy gondoljuk, hogy pótoljuk ezt majd a leendő felvételizőkkel, hiszen 501 első helyes jelentkezőnk van, úgyhogy bízunk benne, hogy nagyon jelentősen megnő a főiskola hallgatói létszáma. Dr. Varga Bajusz Veronika felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár elmondta, az elmúlt évben a követelmények változtatásával vonzóbbá vált a felsőoktatás. A pedagógus képzőszakok a népszerűségi skála negyedik helyéről a másodikra ugrottak. Idén is több mint 120 ezeren jelentkeztek felsőoktatásba. Ami ennél még talán fontosabb, hogy olyan örömteli erőrelépések történtek, mint... Nőtt a vidéki egyetemre jelentkezők száma, most már minden második felvételiző vidéki intézménybe jelentkezett. Bajára másfélszer annyian jelentkeztek, mint a tavalyi évben, közel 500-an jelölték meg a bajai főiskolát első helyen, hogy itt szeretnének diplomát szerezni. 2022-höz képest megduplázódott azok száma, akik nem idén érettségiztek, azaz munka mellett jelentkeznek arra, hogy diplomát is szerezzenek. Ebben az évben a felsőoktatásba jelentkezők július 24-én kapják meg a felvételi eredményeket. Szeptembertől pedig újult erővel folytatódik majd a jövő szakembereinek képzése. Június 27-én csütörtökön 16 óra 30-tól Várospolitikai Fórumra várják az érdeklődőket a Városházára. Baja megyei jogú város polgármestere Nyilatik Lára a díszteremben számol be az önkormányzat 2024. évi költségvetésének aktuális teljesítéséről és változásairól. Továbbá tájékoztatót kaphatnak a helyiek a közelmúltban megvalósult és a még folyamatban lévő, vagy az előkészítés alatt álló fejlesztésekről és beruházásokról. A fórumon a bajaiak kérdezhetnek és felvilágosítást is kérhetnek a város irányítóktól, továbbá várják a helyben érdekelt szervezetek képviselőit is, akik a napirenden szereplő ügyekben ugyancsak felszólalhatnak és közérdekű kérdéssel érhetnek. Az országos tiszti főorvos a Hungaromet előrejelzései alapján a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére június 22-én éjfélig. A nagyon magas hőmérséklet nem csak az embereket, hanem az állatokat is megterheli, ezért a szakértők a házi kedvencek fokozott védelmére hívják fel a figyelmet. Az elmúlt napokban jelentősen megemelkedett a napi hőmérséklet. Az idén először harmadfokú hőségriasztást rendeltek el a déli vármegyékben. Szerencsés Sohonyai Brigitta, a Jeromos Állatmentő és Természetvédő Egyesület állatgondozója elmondta, a hőség teljesen felülírja az állatotthon napi rendjét. A négylábú lakók medencében hűthetik le magukat, azonban csak néhányan szeretnek fürdeni.
Azokat a kutyákat, akik nem szeretnek csobbanni, őket naponta többször is lehűtik, a kenneleket pedig slaggal locsolják. Az állatgondozó felhívja a gazdák figyelmét, hogy folyamatosan figyeljék kedvenceiket. Nagyon fontos a friss hideg ivóvíz, mi is többször körbejárunk a telepen és cseréljük a vizeket, és hogy a vizestán nagyon fontos, hogy árnyékban legyen. Kinti kutyánál ugye nagyon-nagyon fontos az árnyék, tehát legyen egy biztosított árnyékhűs kis rejtekhely a kutyusnak a meleg elől, és hogy tényleg a sétáltatásokat mindenképp a kora reggeli hűvös órákba és a késő esti órákba tegyék. Továbbá a túlzott fizikai aktivitást is kerülni kell, ugyanis a négylábúak hamar kimelegednek, és a hőguta is jellemző 30 Celsius fok feletti időjárás esetén. Kunter Molnár Anna, Hungaromet időjárás előrejelzője kiemelte, a hétvégén felfrissülhet, és 30 fok környékére csökkenhet a hőmérséklet. A következő időszakban arra számíthatunk, hogy délies áramlással a szaharai por, illetve a még melegebb levegő az fölénk helyeződik egészen szombatig, amikor is megérkezik északnyugat felől a már említett front, amely mögött egyre nagyobb területen mérséklődik, illetve megszűnik a hőség, felfrissül a levegő. Az ezt követő időszakban pedig nagyrészt meleg, füllett időre számíthatunk, a csúcsértékek viszont azért általában 30 fok közelében maradnak. A Jeromos Egyesület munkatársai és önkéntesei arra kérik a helyieket, hogy amennyiben egy gazdátlan állattal találkoznak a nagy melegben, úgy mihamarabb értesítsék őket, és a segítség megérkezéséig vigyék az árnyékba, és itassák meg az állatot. Június 21-én ismét friss lapszámmal jelentkezett a Bácskai Napló. A szerkesztőségben ezúttal hosszas hezitálás után döntöttek a címlapfotóról, derül ki a Baja Hangja oldalán megjelent bejegyzésből. A választás a Dunai Árvíz és a szoboravató mellett és ellen is számos érv szólt, végül Béla kutya mellett döntöttek az újságírók. A fő témák közé tartozik továbbá az Országos Gabona Fórum, valamint az idei halászlépfőző ünnep előkészülete is. A két hetente megjelenő helyi lap hasábjain beszámolnak arról is, hogy új lehetőség nyílik a főiskolai hallgatók számára, míg az egyetemen a szennyvíz került egy tanácskozás erejéig a középpontba. A lapot színesítik Elemen István karikatúrája, valamint Molnár Attila fotója, és olvasható két főszerkesztői jegyzet is. Ugyanakkor csúszik a városházi nyomozásról szóló írás harmadik része, miután a szerző nem kapta meg lapzártáig a válaszokat az illetékesektől a kérdésekre. A tanév zárásaként övvizsgára gyűltek össze a sportolók szerdán délután a Mogyi Bajai Judóklub edzőtermében. A bemutatón közel 50 növendék bizonyította, hogy magasabb szintre léphet. A délután érdekessége, hogy a januárban alakult szülői csoport is tatamira lépett az övvizsgán. Június 19-én övvizsgára várták a Mogyi Bajai Judóklub sportolóit. A 6, 5 és 4 kiú övvizsga célja, hogy a fehér övet hátrahagyva fehér övet sárga csíkkal vagy sárga övet kapjanak. A 43 vizsgázóból 12-en felnőttek voltak. Frányó Bernadett és Keller Tibor szervezésében januárban 17 fővel megalakult a szülői judós csoport, a BJC OJA, ami az országban úttörő kezdeményezésnek számít. Kipattan a fejemből, gyerekeim ide járnak 5-6 éve judózni, és kipattant a fejemről, hogy miért ne alakítanánk egy ilyen felnőtt csoportot. Megkerestem vele a klubot, és rögtön igent mondtak, és aztán el is kezdtünk szervezkedni. Hogyan alakult az eleje? Mennyire könnyen adták magukat a többiek ahhoz, hogy eljöjjenek és együtt edzetek? Igazából nagyon gyorsan összejöttünk sokan, most is olyan 13-14-en vagyunk, meg most már lesznek új tagjaink is. A felnőttek heti két alkalommal másfél-két órát edzenek Kovács Dénes vezetésével. A csoportban vannak teljesen kezdők is, de nemrég csatlakozott hozzájuk Gyuró László lánya, Éva is, aki nagy segítségére van Dénes bácsinak. Az alapítók elmondták, hogy elsődleges céljuk a judó szeretete mellett az egészségmegőrzés, de egyúttal példát is szeretnének mutatni, hogy a gyerekkoron túl is elsajátítható a cságáncs, és megállják a helyüket a tatamin is.
Az volt a legjobb cél a szemem előtt, hogy a legjobb példát a saját gyermekemnek és gyermekeinknek avval nyújtom, hogyha én is beállok és példát mutatok avval. Szóval a mai világban nagyon nagy szó van az egészséges táplálkozásról és a mozgásról, viszont avval nem fogok saját gyerekemnek sem másnak példát mutatni, hogyha csak otthon ülök, őt meg elhozom ide, hogy akkor mozogjál. Úgyhogy ez lett az első fő célom, a második az egészségmegőrzés. És menet közben nagyon jó társaságra és barátokra láttam, és nagyon remélem, hogy a judó hoz egy kis elnyomott sikereket is, amit az életben nem bírtam elérni sportolásban. Hozzátették, felemelő érzés volt számukra odaállni az övvizsgán és megmutatni a tudásukat, átvenni a diplomákat a bajai edzők és saját gyermekeik előtt. A Mogyi Bajai Judo Klubnál ezzel nem ért véget az év, hiszen a serdülők hétvégén Európa kupán bizonyíthatnak, majd a nyári időszakban judó napközire várják a sportág iránt érdeklődőket. Főpíreink következnek most egy-egy mondatban. Kamilla a fény leánya. Megnyitotta kapuit a Tűr István Múzeum új időszaki kiállítása. Újak a pályán. Átvehették diplomáikat az Eötvös József Főiskolán végzett hallgatók. Sikeres övvizsga. Bemutatkozott a Mogyi Bajai Judo Klub szülői csoportja. Kedves nézőink, a hét utolsó híradóját láthatták itt a Bajai Televízióban. Nem sokára elmondjuk, hogy milyen időre számíthatunk a hétvégén, és megjelennek a Duna vízállásának adatai is a képernyőn. A műsort készítő kollégák nevében is köszönöm egész heti figyelmüket, töltsék kellemesen a hétvégét. Viszontlátásra! Este a Dunántúl nyugati-délnyugati részére már besodródhatnak csapadék, gócok, de majd inkább az éjszaka második felében válik erőteljessé a gomoly felhőképződés, és akkor máshol is legkisebb eséllyel keleten-délkeleten valószínű zápor, zivatar. Szombaton általában sok napsütés várható a képződő gomoly felhők mellett, amelyek egyre inkább hazánk keleti-délkeleti felén törhetnek magasabbra, ezzel együtt elsősorban ott alakulhatnak ki záporok, zivatarok, sőt heves zivatarok is lehetnek. Hajnalban előbb a Dunántúlon, holnap napközben a középső ország részben zivataroktól függetlenül is feltámad az észak-nyugatira forduló szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 18 és 23 fok között várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 26 és 36 fok között valószínű.